Közésen utána azt nyilatkoztat, hogy egy új szerepkörben kell futballozni a Fradiban. Hogy érzed, mennyire sikerül meccsről meccsre ebbe a szerepkörbe bele szoknod? Ugye szerdán egy más formáció volt, ma is egy más formáció volt, az a mai ez közelebb állt hozzám, igazából többet voltam játékban, mint szerdán. Még a mester is keresi, úgy érzem azt a formációt, amiben a legeredményesebbek lehetünk, de úgy érzem, jó úton haladunk, és edzőmeccsre jobb teljesítmény jutunk. Te hogy érzed egyébként, melyik az a poszt, az irányító poszt lenne, amelyik talán a legjobban feküdne neked, vagy azt? Hát az igazság, hogy én 5 évig védekező középpályás játszottam egyedül. Én nagyon szeretem ezt a posztot, szeretem, ha két védekező középpályással játszunk. Igazából azért, hogy a pálya közepén legyek, hogy minél többet legyek játékban. Ja, viszonylag sok érkező volt a Fradinál. Hogy ezen mikorra érhet össze igazán ez a csapat? Oké, a bajnoki kezdés elejére. Ja, meg is van a sorsolás, viszonylag korra játszottok az Újpesttel. Erről ez már szóba került az öltözőben? Persze, örülünk neki. Szerintem nagyon jó a sorsolásunk, nagyon jó, hogy itthon kezdünk. Ez egy nagy lökést adhat. És az Újpest előtt ez a 3 mérkőzés úgy érzem, hogy nyerhető, úgyhogy nagyon oda kell tenni.